A testnevelés és a sport iránt érdeklődő hallgatók, orvostan és gyógytornász hallgatók látogattak a Magyar Kanizsai Vajdasági Birkózó Akadémiára. Az Újvidéki Európa Kollégium lakói Magyar Kanizsa mellett Palicsra és Topolyára is ellátogattak, hogy megtekintsék a vajdasági sport jellegzetes helyszíneit. A hallgatók érdeklődve járták körbe a Vajdasági Birkózó Akadémiát, ami tavaly ősszel kezdte meg működését. Többen az Újvidéki Egyetem testnevelő karának hallgatói és ámulattal nézték a modern intézményt. Nagyon tetszik a Birkózó Akadémia, és hát el tudnám képzelni, hogy itt dolgozzak majd a közeljövőbe persze. A modern, nagyon újak a felszerelések, és minden adott arra, hogy sikeres sportolókat lehessen itt nevelni. A látogatás elsődleges célja az volt, hogy az egyetemi hallgatók megismerkedjenek a vajdasági sport múltjával és a jelenleg is működő modern sport intézményeivel. Főleg olyan hallgatók érkeztek ide, akik a testnevelés és a sport iránt érdeklődnek, szóval arra-karra járnak, de ez mellett ugye kibővítettük a listát, és lehetőséget adtunk orvostan hallgatóknak, gyógytornászoknak is, hogy megnézzék vajdaság sport gyöngyszemeit, hogy így mondjam. A mai program az úgy indult, hogy a Birkózó Akadémiára érkeztek reggel 9 órára, folytatásban ugye megtekintik az akadémiát, megtekintik tényleg az edző szobákat, az edzőtermeket, az öltözőket, a csarnokot, majd pedig folytatásban a Vermes Lajos szobrát megnézzük Palicson, megnézzük a Bagolyvárat, és ott is egy keret történetet kapnak ugye a palicsi olimpiáról. Majd pedig folytatjuk az utunkat a TSC stadionjával, azt megtekintjük, majd pedig a TSC akadémiáján várja a hallgatókat egy ebéd. A kollégium növendékeit Bálint Zoltán, a Vajdasági Birkózó Akadémia Alapítvány ügyvezetője vezette körbe. Nagy örömmel vettük azt a tudomásra azt a felkérést, amit az Európa Kollégium és a Tanárképző Főiskola felénk eljutatott, hogy eljönnének a hallgatók, elsősorban ugye a testnevelő tanárok, fizioterapeutok, orvostan hallgatók, hogy megismerkedjenek azokkal a sportobjektumokkal, amelyek talán a vajdasági sport tevékenység legmagasabb szintjét képviselik, és nekünk ez egy elismerés is, és nagyon fontos az, hogy ezek a fiatal emberek, akik holnap után majd a nyomdokainkba lépnek, úgy tornatanárként, úgy edzőként, úgy sportvezetőként, úgy sportorvosként, lássák azt az egész milliót, amiből ez az objektum megkinőtt, és magának az objektumnak a szerkezetét, a munkásságát és a céljait ismertettük velük. Nagyon figyelmesen hallgattak a fiatalok, és hallgatták az előadást, és tényleg nagy érdeklődést mutattak. Hát legjobban lenyűgözte őket persze az edzőterem látványa, hiszen ez az 5 birkózó szőnyeg, ami itt van, ez különböző emóciókat indított meg bennük, úgyhogy voltak olyan bátrak, akik még a babákat is elkezdték dobálni, és életükben először láttak mondjuk birkózó babát, és kérdezgették, hogy mi ez. Mondjuk ez nekünk egy eszköz, és akkor csodálkoztak, hogy ilyen dolgok is ugye vannak ebben a sportban, és hát én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy innen a jó hírünket ők is vigyék tovább, hiszen mi szeretnénk ezt az akadémiát valamilyen szinten társadalmasítani, tehát igen, mikor a birkózó programból beszélünk, akkor ez egy steril program, tehát akkor itt csak igazán sportszakmai dolgokkal foglalkozunk, és azok az emberek jönnek az épületbe, akihez nagyon, hogy így mondjam, nagyon kötődnek, és szűkörbe tartoznak. Ellenben az épület lehetőségét nyújt más fajta rendezvények megtartására is, és ezért fontos az, hogy vigyék a jó hírünket, és lássák az emberek, hogy igen, itt élet folyik, és itt ez az, ennek az életnek, és ennek a ők is részei lehetnek, független attól, hogy éppenséggel nem birkózással foglalkoznak. Az akadémia területén egyébként jelenleg is folynak a munkálatok, a tervek szerint április végére elkészül a kültéri fitnesspark, amit a lakosság is használhat majd.